Súlyos hiányosságokkal küzd a német szövetségi hadsereg. Az eszközállomány jelentős része használhatatlan. hely nemrég kiszivárgott, csak nem 40 oldalas titkos elemzés szerint több mint 50 milliárd euróra lenne szükség a modernizáláshoz, és az egyik speciális alakulatnál leépítésekre is számítani lehet. Hasonló a helyzet a rendőrségnél is. Nemrég egy belügyminiszteri konferencián komoly átszervezésekről döntöttek. Berlinben egy rendőrösnél van kolléganőnk Nol Katalin. Nos, melyek a főbb hiányosságok, és milyen tervek készültek a pótlásra? valóban a rendőrséget is, a német szövetségi rendőrséget is emberpróbáló feladatok elé állította. Például a migráció, az arab bűnözői klánok tagjai már az elmúlt évtizedekben folyamatosan szivárogtak be Németországba. Az 500 tagot számláló hírhet Rémóklán klán tagjai például az 1980-as években érkeztek, és ez valóban a rendőrség munkáját is megtöbbszörözte. Egy tavalyi jelentés szerint például a bűnözői klánok a bűncselekményeknek csak nem 8%-át teszik ki, és ez a rendőri bevetések számát is hatalmas mértékűre duzzasztotta. Csak itt Berlinben például tavaly több mint 380 nagy tartottak a rendőrök, de az ország legnagyobb tartományában, észak Veszfáliában 870 razziát, és rémtörténetek is megjelennek a sajtóban. Például 2003-ban egy bevetés során meggyilkoltak egy rendőrt, és az elkövető migráns azóta sem sikerült kitoloncolni az országból. És valóban felvetődik az a kérdés, hogy a jelentő és eszközhiányjal küzdő rendőrök hogyan tudnak megküzdeni a hatalmas feladattal. Nos, valóban nemrég egy belügyminiszteri konferencián döntöttek arról, hogy átszerkesztenék, átszerveznék a rendőrök fizetését, pontosan azért, hogy akár saját maguk is megvásárolhassák a hiányzó eszközöket. De csak, csak nem ugyanilyen súlyos, ugyanennyire súlyos a helyzet a szövetségi hadseregnél, a Bundeswehrnél. Valóban készült egy jelentés, és bevallom, többször is megnéztem az összeget, hogyha valamely hiányosságot egyszerre pótolni akarnák, akkor több mint 50 milliárd euróba kerülne, de ennek jelentős részét teszi ki például a tornádó harci repülőgépek, ezeknek a pótlására is 10 milliárd euróra lenne szükség, és kiszivárgott egy titkos levelezés is, mely szerint Németország a NATO-ban vállalt kötelezettségeit sem tudja teljesíteni. Ez a probléma egyébként nem új keletű, több mint két évtizedes, de a Bundeswehrrel kapcsolatban is egyre másra jelennek meg történetek, rémtörténetek, a sajtóban. Például több mint másfél évvel ezelőtt előfordult, hogy az újoncok kiképzését félbe kellett szakítani, mivel a golyóálló mellényeiket át kellett adni a NATO kiképzésre siető katonáknak. Itt az Alexander Placon például egy hete hétvégén magam voltam szemtanúja annak, hogy a rendőrök, visszatérve a rendőrség témakörére, egy tucatnyi migránssal szemben kellett, hogy intézkedjenek. Nol Katalin, nagyon szépen köszönjük, a témát pedig folytatja Balázs is vendége. Bizony Georg Spötle, a Nézőponti Intézet Biztonság politikai elemzője, a beszélgető partnerem a téma kapcsán. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a stúdiónak, és szeretettel üdvözlöm a nézőket! akinek azért van személyes tapasztalata is a Német Szövetségi Hadsereg, illetve a, a Német Rendvédelmi Hatóságok működése kapcsán, írt is egy bejegyzést ön a közösségi oldalára a Német Szövetségi Hadsereg a Bundeswehr speciális elit kommandó alakulatáról. Ez egyfajta látlelet, mindjárt rátérünk a lényegre, de azért egy picit néhány szóban röviden mondja el, hogy mit kell tudni erről, erről az elit alakulatról a KSK kommandó speciálkrefte azért hozták létre, ez egy 1300 főt számláló kommandó, hogyha németek valahol túszul, tehát túszul ejtenek német állampolgárokat, mondjuk Szomáliába volt rá példa, például kalózok elfogtak németeket, vagy a Fülöp-szigeteken, akkor legyen egy erős csapat, olyan, mint mondjuk a US Navy SEAL, tehát az Egyesült Államok haditengerészetének a kommandója, akik oda tudnak repülni, adott esetben egy törnyővel kiugranak a célterület fölött, kiszabadítják a túszokat és hazahozzák őket Németországba. Tehát ez a fő profil, de értelemszerűen Afganisztánba is felderítő feladatok, vagy pedig táli vezetőknek az elfogása, vagy pedig mondjuk az Egyesült Államok hadseregével, vagy volt olyan, hogy Dán vagy Norvég bajtásakkal együtt például akciókat hajtottunk végre, fegyveraktáraknak a felderítése, célszemélyek kézrekerítése. Tehát nagyon sok rétű feladatot kört lát el az a komandó. És hát nem utolsó sorban nagyon veszélyes is, amit csinálnak, ez egyfajta hivatás, ugye a munkának nem is nevezhető, hiszen az egész életét befolyásolja az adott illetően, és rááldozza gyakorlatilag az életét erre a, erre a dologra. Azt írja ön, hogy a liberális politika most rászabadult erre az alakulatra, miben és hogyan érhető ezt tetten? Nagyon durván egy néhány évvel ezelőtt, amikor még Ursula von der Leyen volt a német védelmi miniszterasszony, elkezdtek felröppenni olyan hírek, amiknek igazából semmilyen alapja nem volt, de a liberális sajtó felkapta, hogy nácik rejtőzködnek a KSK-nak a soraiba, jobboldali struktúrák alakultak ki, és Igazából semmilyen bizonyítékot nem tudtak erre nyújtani, tehát sem a sajtó, sem pedig mondjuk Zöld Párti, vagy pedig a Dilinke Linke Pártól, tehát a volt kommunista párból átalakult ilyen, hát azt mondom, néppártosodott rendszer, akik támadták rendszeresen a hadsereget és a ksk t Viszont elkezdett a hadseregnek a titkos szolgálata, a militérise Abschirmdienst, az MAD vizsgálódni, és kihallgattak katonákat. Volt arra is példa, hogy például kétszer-öt keresztül kihallgatták a a katonát, közben mosdóba se engedték el, megfenyegették, hogy elbocsátják az állásából, vagy megvonják a fizetését, de senki nem tudott semmit bevallani, mert igazából nem volt mit. Ugyanakkor kihallgattak például tábori lelkészeket is Afganisztánban, és megpróbáltak tőlük mondjuk gyónási titkokat is kicsikarni, hogy mivel tudnák a katonákat megzsarolni. Tehát hihetetlen milyen boszorkány üldözés folyt, de mivel semmit nem találtak így az elmúlt három évben, most a legutolsó az volt, hogy a katonáknak föl kellett sorakozni, le kellett vetni vetközniük mesztelenre, és megnézték, hogy milyen tetoválások vannak-e. Tehát kerestek olyan tetoválásokat, hogy amiket egyértelműen náci szimbólumként lehetne azonosítani, egyet sem találtak. Viszont ez a több éves procedúra annyira megviselte a bajtásokat, hogy többen például a pszichológushoz fordultak, mert olyan nyomás volt rajtuk, és annyira csalódtak a hadseregben, csalódtak a saját tisztjeikben, hogy ezt igazából nagyon nehéz feldolgozni, és értelemszerűen arra is lehet számítani, hogy nagyon sokan ezután le fognak szerelni, mert azt mondják, ha én képes vagyok az életemet feláldozni a hazámért, a bajtársaimért, a hadseregért, és a hadsereg nem áll mögém. Tehát nagyon sokan e, például e, ügyvédéken keresztül, vagy saját maguk e, privát személyként levélben fordultak a Védelmi Minisztériumhoz, de még választ sem kaptak, sem az ügyvédek, sem a katonák. Tehát úgy érezték, hogy cserben hagyják őket, és hogy szét akarják verni ezt az egységet, ahogy most Annegét Kram Karenbauer, ugye az új védelmi miniszterasszony be is jelentette, hogy nem szándékozik teljesen feloszlatni a csapatot, de át fogja struktúrálni, és hogy további vizsgálatok vannak, hogy kiszűrjék annak még a minimális lehetőségét is, hogy valóban neonáci struktúrák alakultak ki a komandon belül. Egyébként a német közvélemény tud erről ezeket az információkat például ön honnan tudja? Ezek teljesen nyilvános, tehát újságcikkek lejöttek, például a német fősodratú média foglalkozott vele, legyen az a fókusz, legyen az a spiegel, de ugyanúgy a német közmédia is, tehát az ARD és a CDF számos műsor kezdeményezett erről a témáról, de értelemszerűen a, liberális sajtó egy-két kivétele, mondjuk pont a múlt héten a fókuszban jelent meg egy elég korrekt cikk, amelyik a katonák védelmére kell, viszont ugye a mainstream média, amelyik a teljesen liberális kézen van, és, és azt a sugalni, hogy a katonák azok rosszak, és nyilvánvalóan aki már beáll egy hadseregbe, aki felvesz egy egyenruhát, azzal valami nem stimmel, tehát nagy valószínűséggel jobboldali érzelmű, ami értelemszerűen nem igaz. Nekem is voltak bajtársaim, akik az öldekre szavaztak, a szociáldemokratákra szavaztak. Tehát ugyanúgy, hogy a társadalomban meg lehetett találni mindenkit a hadseregen belül, de most ez valahogy nagyon érdekesen felröppent, és ugyanez van sajnos a rendőrséggel is, ugye, hogy ott is elkezdtek vizsgálódni rendőrök ellen, akiknek például az autóján láttak olyan matricát, hogy mondjuk Pegida, ugye a patrióta európaiak az iszlamizáció ellen, van egy ilyen kis matricájuk, ezt néhányan felragasztották a privát autójukra, és értemszerűen rögtön a, ugye a belső ellenőrzés vizsgálatot kezdeményezett, nagyon sok esetben fel is függesztették a vizsgálat idejére ezeket a kollégákat, úgyhogy a fizetésüknek csak egy töredékét kapták, és hát értelemszerűen nagyon csúnyán megkurcolják ezeket az embereket, több eset például kikerült a sajtóba is. Maradt még egy pici időnk. Ön szerint milyen következményekkel járhat az, ha ilyen szinten leépítik Németországban a rendvédelmi hatóságokat? Hát azt lehet látni, hogy egy problémák vannak, hogy Katalin is mondta a rendőrséggel, csak Berlinben 1200 rendőr hiányzik. Egyszerűen nincs rá pénz, meg ugye annyi problématika van például ugye a migránsokkal 2015 óta, akik egy rendőri intézkedés után például azonnal följelentik a rendőrt, hogy az bántalmazta, szidalmazta őt, nem tudom, náci dolgokat mondott, tehát megkurcolják a rendőröket, tehát már nem szívesen mennek el a fiatalok rendőrnek. A fizetés sem túl magas, ugye ez is mindig probléma volt, hogy rengetegen például még én is edzőként működtünk ugye a, a rendőri munkák mellett, hogy egy kicsit feljavítsuk a fizetésünket, ha mondjuk új autót szerettünk volna venni. Ugye le is ír egy esetet, hogy önök láttak egy fizetési kimutatást, ahol Pontos a takarítónő van. alig keresett többet, mint egy katona. Igen, Ezt mi kerestünk karibán. 40 euróval többet, mint a takarító néni, aki a laktanyában takarított, tehát ez valóban egy vicc, és már az én időmben is az volt például, hogy magunk vettük meg a felszerelést, tehát ha mondjuk elmentünk nyaralni az Egyesült Államokba, ott vettük magunknak jó minőségű golyóálló elénk, mert tudtuk, hogy az megvéd minket, mert a szolgálati, hát azt mondom, nem a legjobb minőség volt, és például kitaláltak egy időben, hogy spórolnak, hogy csak a melkast fedje, mert azt mondták, hogy a statisztikák szerint 75%-ba így a, a fölé céloznak az elkövetők. Hát de mondtuk, mi van, hogyha mi vagyunk a maradék 25 és valaki hasból ő minket. De hát ugyanúgy a bakancsokat, ugyanúgy az éjjelátókat, tehát általában mindent az Egyesült Államokból ugye saját pénzen szereztünk be. Tehát évente azért nagyon sok ezer eurót kiadtuk mindig felszerelésre. Ugyanez volt a hadseregnél, ott is például az amerikai bakancsokat preferáltuk, mert sokkal jobb volt, mint a német. Tehát ez sajnos egy nagyon régi probléma, hogy spórolnak ezen, és ha belegondolok, hiányzik most körülbelül 47-től Millió, milliárd euróra satszolják a Bundeswehrből, és a 2021-es e, BJ például nem egész 47 milliárd, tehát nem fogják most elérni az, hogy a GDP-nek 200%-a menjen a katonai fejlesztésre, amit a NATO megkövetel, ugye is mindig az Egyesült Államok mondja legelsőként az Irgun Burgumot, hogy Németország évtizedek óta nem éri el ezt a kétszázalékos célt. Ez most a végszó Georg Spötlének, a Nézőponti Intézet biztonságpolitikai szakértőjének, elemzőjének. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, szép napot kívánunk. Köszönöm, hogy itt lettem, szép napot mindenkinek.